Az elmúlt év végén zártuk az Andrékertész kiállításunkat nagy sikerrel, remélem, hogy ez a kiállítás is egy akkora népszerűséget fog majd örvendeni. Szeretettel felkérem, hogy Király László Györgyöt, a Magyar Fotográfia Alapítvány Tudatmódiumának új elnökét, hogy megnyitunk. Köszönöm szépen. Kedves vendégek, kicsit ott folytatnám, ahol Péter abba hagyta. Beszélgettem az elmúlt napokban egy kecskeméti emberrel, aki a tájékozott a város kulturális életében, és lelkendezett, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy ilyen világhírű fotós képei lesznek kiállítva Kecskeméten, mint Robert Kapa, és aztán megkérdezte, hogy és ez lehet, hogy ez egy sorozatnak a része, és lehet, hogy legközelebb André Kertészt is láthatunk ki. Kérdezte ezt pont azon a napon, amikor három hónap után bezárt az André Kertész kiállítás Kecskeméten a Fotográfiai Múzeumban. Az a kiállítás egyébként, amelynek a megnyitóját, ami nagyon szépen szinte megtelt ez a terem, de mégis inkább Kecskemét polgárai a két héttel később a múzeumok éjszakáján szállták meg a termet, hogy az André Kertész képeket is megnézzék. A hazai fotográfiában tevékenykedők között szinte már közhelyszámba megy Bál Lászlónak, a Szépművészeti Múzeum igazgatójának a felfedezését idézni, ki szerint a Londonban a Tate Modern Múzeum bejárati csarnokában a fönt körbefutó füleden ki van rakva a modern művészet meghatározó figuráinak szimbólja díszított körben a termet. Összesen négy magyar van, ez körülbelül szerintem egy ilyen 300 szimbó lehet ott, abban négy magyar van, mind a négy fotográfus, vagy legalábbis a fotográfia révén is vált ismert személy, mint Moly Nagy, André Kertész Brassa, és persze Robert Kapa neve is ott szerepel. Ugyancsak Londonban nyílt meg a magyar EU-s elnökség alkalmában rendezett legjelentősebb művészeti kiállítás, az Egyiknes szemtanú címmel, amelyik ugyancsak a magyar fotográfiát választotta témájául, magyar fotográfusokat mutat be, nagyobb részt történeti képekkel, tehát a régieket, tehát kortársakat is. A világ tehát elismeri a magyar származású fotósokat, és sokat is tesz azért, hogy módja legyen látni az alkotásaikat, és Magyarország is büszke rájuk, de ezzel nagyjából ki is merül a hozzájuk való viszony. A hazai alkotók műtárgyainak gyűjtésére létrehozott múzeumok a nyilván a nemzeti identitás fontos részei. Festmények és szobrok százai állnak különböző műintézmények raktáraiban, állandó kiállításokon ismerkedhetünk meg a legfontosabbnak tartott festők és szobrászok alkotásaival, és mindez természetesen kisebb, nagyobb, hát azért néha nagyobb állami támogatása, és ez helyes is, hogy ez így van. Ha valaki a világon leginkább ismert és elismert 20. századi magyar alkotók munkáival kívánna megismertetni, például ezzel a négyjel, akiről itt az előbb beszéltem, hát többnyire külföldre kell utaznia, vagy ki kell várnia, hogy egy-egy jobb érzékű múzeumigazgató olyan kiállítást rendel, mint 6 évvel ezelőtt a Mérték, vagy a Lélek és Teste maga Edmenter látogatójával 3 évvel ezelőtt. Magyar fotográfiának nincs állandó kiállítási helye, és nincs államilag határa múzeum. A Magyar Fotográfiai Múzeum, amelynek falai között most épp egy Kapa kiállítást készülünk megnyitni, jelen pillanatban egyetlen pillér állami támogatást sem kap. Kiállításait pályázaton nyert pénzekből igyekszik megvalósítani, a villanyt, vizet, gázt, munkatársainak bérét, részben Kecskemétváros tavaly hosszú évek után ismét felújított támogatásának köszönhetően fizeti, meg a korábbi szerencsésebb években felhalmozott tartalék lassú felélésének. Ne adjuk szó nélkül a múzeum áldozatos munkát végző igazgatóját és munkatársait sem, akik lényegében szimbolikus fizetésért végzik ezt a munkájukat. Pedig még csak azt sem mondhatjuk, hogy a magyar állam nem költ a fotográfiára. 2 évvel ezelőtt 300 millió forintnak megfelelő dollárért megvásároltak közel 1000 Robert Kapa kópiát, amelynek egy részét bemutatták a Nemzeti Múzeumba, aztán az egészet a Ludwig Múzeumba, most pedig valamelyik raktár megyén porosodnak. Megezem ebből a 300 millióból, nagyjából 10 évig lehetne fedezni a Magyar Fotográfiai Múzeum összes kiadását a jelenlegi szinten.
Eddig egy fotomúzeum létrehozásának a szándéka már a 19. század végétől napirenden volt, de a megvalósítása 1994-ig váratott magára, meg ez egy klub szélességfordulója lesz lassan ennek a múzeumban. A Magyar Fotoművészek Szövetsége 1957-től kezdte el gyűjteni a szövetség tagjainak felvételeit, és azokat az egyéb fotográfiával összefüggő tárgyakat, amelyeket a tagság ajándékozott a szervezetnek. Ez a fotótörténeti gyűjtemény képezte az alapját a Magyar Fotográfiai Múzeum jelenlegi gyűjteményének is. 1990-ben fogalmazódott meg a gondolat, hogy egy olyan alapítványt hozzanak létre, amelyiknek elsődleges feladata, és most ezt idézem, a Magyar Fotográfiai Múzeumot létrehozza, a múzeumban elhelyezett közgyűjteményt megőrizze, gondozza, gyarapítsa, és biztosítsa a működéshez szükséges anyagi és technikai feltételeket. Ezt az alapítványt, a Magyar Fotográfiai Alapítvány, a Magyar Fotoművészek Szövetsége 25 ezer forinttal, illetve az akkor több mint 70 ezer darab gyűjteményével, a Budapesti Fényképész Szövetkezet 2 millió forinttal hozta létre. Elvileg ezen összegek kamataival kellene a fotomúzeumnak működnie. A kezdeti időszakban az egyik legfontosabb cél egy megfelelő épület megszerzése volt, mivel erre Budapesten nem volt remény, a Magyar Fotoművészek Szövetségének akkori elnöke elfogadta a Bács-Kiskun megyei önkormányzat felajánlását, és beköltözött ide a régi zsinagóga épületével. Az épület már akkor is csak kompromisszumokkal volt alkalmas arra, hogy itt egy európai színvonalú múzeum tudjon működni, és ez mára vonatkoztatva még inkább igaz, a jelenlegi épület csak arra alkalmas, hogy a napjainkhoz szűkössé vált raktáraiban megőrizze a műtárgyakat, azonban fejlődni nem képes egy elszigetelődött múzeum a hazai kulturális életben. Ugyanakkor a magyar fotográfia történetének tárgyi emlékei olyan értéket képviselnek, amelyek külföldön ismertebbek és elismertebbek, mint hazánk. André Kertész, Rolly Nagy László, Brassai és Robert Kappa alkotásai a világban bárhol garanciát jelentenek a sikerre, műveik a két világháború közti fotográfia meghatározó ikonjai. A fotomúzeum legsikeresebb kiállítása és a fent említett alkotókhoz köthetőek, azonban nem csak az ő műveikkel lehet sikeret elérni. A már említett Mérték című kiállítás teljes anyaga, a Lélek és Test című tárlat képeinek közel háromnegyede a szomszédos raktárakból. Hazámban természetesen persze más intézmények is rendelkeznek fotográfiai gyűjteményekkel, de azok többnyire árszélűek, inkább dokumentális funkciójukban. A Magyar Fotográfiai Múzeum tehát az egyetlen országos gyűjtőkörösszak múzeum, amely kizárólag fotográfiák őrzésével, gyűjtésével, kiállításával foglalkozik, és melynek elsősorban művészeti értékű gyűjteménye van. Jelenleg több mint 300 ezer papír alapú fotográfiát őriznek itt, a több mint fél millió negatívot és több mint fél millió negatívot különböző hordozókban. A gyűjteményhez tartozik még a közel 4000 kötetet számláló fotográfiai szakkönyvtár és a folyóirattár, illetve az akkor nyomtatványok tára. A gyűjteménynek komoly kutatói rangot ad, hogy egyedülálló módon az országban minden magyar, illetve magyar származású fotoművészről papír alapú adatbázis van, a dokumentumok egészen a 19. századig. Emellett több mint 1000 darabot számláló éremtár, plakáttár, és megközelítőleg 1000 darabot számláló fényképezőgép gyűjtemény, és a hozzátartozó közel 2000 fotográfiai eszközzel is, az is figyelmet érdemel. Ez az érték, amelyet néhány ember, és közülük háromat, Kolta Margotát, Vincses Károlyt és Baki Péter jelenleg igazgató név szerint is szeretnék kiemelni, áldozatos munkájának eredményeként jött létre, és ma már tagadhatatlan a nemzeti kulturális vagyon része, tehát ez az érték, ez most komoly veszélyben van. Persze nem a gyűjtemény megsemmisülése lenyeget, ha bár egy évvel ezelőtt még ez sem volt kizárható egy nagyobb eső után, hanem az, hogy a képek rendszerezése, a kiállítások összeállítása és az anyag bemutatása leáll, a jelenlegi múzeumból raktár lesz, amelyre lakott kerül a jobb időszak alban. A Magyar Fotográfiai Alapítvány új kuratóriumja, amely a közelmúltban alakult, és amelynek van szerencsém elnökének lenni, világosan látja, hogy a jelenlegi helyzetben nem lehet sem az állami, sem az önkormányzati támogatástól a helyzet megoldását várni, és a pályázatokból megszerezhető források is szűkösek, nem is beszélve arról, hogy ezeket nem lehetne működésbehez felhasználni. Egyetlen út van előttünk, az, amelyen egyébként a világ számos nagy közgyűjteménye is jár, olyan támogatót találni, amely megérti a küldetés fontosságát és megfelelő feltételeket teremt a működéshez.
És itt ér vissza a történet Robert Capához, illetve a mai kiállításhoz. Ha megnézik a délnapon készült képeket, láthatják, hogy azok a partról visszafelé fényképezve készültek. Capa tehát már ott áll, amikor a golyózáporban a szövetséges csapatok katonáinak nagy része még csak közelített a szárazföld felé. Azon a napon a szövetségesek vesztesége meghaladta az 1000 főt, ebből 4000 volt a halottaknak a száma. A veszteségek nagy része az első vonalban érkezőkből került ki. Azok közül, akikkel együtt Robert Capa is partra szállt. Ha nem elég jók a képeid, az azt jelenti, hogy nem voltál elég közel. Tulajdonítják neki ezt a mondást, és ennek szellemében is élt. Mi pedig, akik a Magyar Fotomúzeumot szívügyünknek tekintjük, azt mondhatjuk, hogy ha nem sikerül megfelelő támogatót találnunk, akkor nem kerültünk elég közel a megfelelő forrásokhoz, és tovább kell menni. Ebben lehetőség szerint kérjük az önök segítségét is. De addig is itt van egy nagyszerű kiállításunk, élvezzétek a képeket. Köszönöm.